A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából tartottak megemlékezést április 19-én Budapesten a Páva utcai holokauszt emlékközpontban. Beszédében dr. Simicsko István honvédelmi miniszter felidézte a 20. század gyalázatos gaztetteit, emberiség ellenes cselekedeteinek sokaságát, a deportálásokat, a munkaszolgálatot, a halálmeneteket, Auschwitz gázkamráit, a tömeges kivégzéseket és a koncentrációs táborokat. Hatalmas veszteség érte a magyar nemzetet. A magyar szellemi életet, a sportéletet, a gazdasági életet, városok, falvak, baráti közösségek tagjai váltak megtagadottakká, kitaszítottakká. Azt kell, hogy mondjam, hogy pótolhatatlan veszteség érte Magyarországot, a nemzeti közösségünket. Ma sem feledhetjük a történelmünk legsötétebb napjait. Közös felelősségünk, hogy garantáljuk minden magyar állampolgár biztonságát. A magyar kormány ebben elkötelezett. Elítéljük a zsidóság kirekesztését, az antiszemitizmust, nem engedhetjük meg, hogy ilyen bekövetkezhessen ismét. Köves Máté Slomó, az Egységes Magyarország Izraelita Hitközség vezetőrabbia, a Honvédelmi Minisztérium tábori főrabbia is hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy a mai fiatalok megismerjék a vészkorszak eseményeit. Meggyőződésem, hogy a holokausztra való emlékezés nem csak a lelki fájdalom kifejezése kell, hogy legyen, hanem egy olyan szellemi és lelki egészségünkhöz szükséges spirituális feladat, ami egész évben ott kell, hogy legyen a szemünk előtt. Egy olyan feladat, amihez az egyes megemlékezések és hivatalos alkalmak csupán csak felhívják a figyelmünket, de amely feladatot egy egész év során kell ellátnunk. Az ünnepségen dr. Bruce Andor, a Holokausz Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány kuratóriumi elnöke, illetve Szita Szabolcs, a Holokausz Emlékközpont igazgatója idézte fel a vészkorszak eseményeit. A megemlékezés végén a résztvevők mécsesek elhelyezésével hajtottak fejet a holokauszt áldozatai előtt.